Sziasztok srácok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és ez egy kicsit különlegesebb lesz, ugyanis egy 12 vines Grand Challenge decket fogok megnézni, nem mással, mint... Jezza, igen, igen. Szóval itt van velem, és a Tomiakon kivitt egy újféle, illetve a régi féle Hogrideres deckkel, ami visszajött a metából, úgymond, ez egy Hoglightningos deck, és ezzel fogunk nézni pár darab replayt, amivel... Ez volt az első Grand Challenge-ed most? Ezzel hát a deckkel. Már volt előtte, tegnap 2-9 mint vittem, aha, de ezzel a deckkel, igen, az első. Uh-huh. Na, jó van, akkor ezzel a deckkel itt, amit láttatok a kijelzőn, ezt fogjuk megnézni. És hát szerintem most mire várunk tulajdonképpen, úgyis majd meccs közben mondod a fontos dolgokat, amit érdemes uh-huh. tudni a deckről. Úgyhogy szerintem kezdjük a 80-essel, és akkor 3-ra nyomjunk rá a watch-ra. 1, 2, 3, mehet. Na! Igen, ez a Pekka Hunter-ös, Hard Counter-ös deck, úgyhogy át is adom tulajdonképpen a szót. Ennek a decknek amúgy az a lényege, vagyis hogy a kezdő kártyában ott van a Princess, akkor, vagyis a kezdőkézben, akkor mindig Princess rakunk rá hátulra. Hát most inkább láttam, hogy Royal Ghost van, akkor megpróbáltam a Ice Golem-mel tankolni, és leszedni majd a mini Pekkával. Aha. Végülis a Princess azt mindig meg szoktuk védeni. Hát a lobb ellen nehéz. Láttam, hogy Hunter van, az amúgy nehéz matchup, de akkor gondoltam, hogy már Pekka is. És le lightningoztam, mert már nem tudtam volna kivédeni a Hunter-t. Hát csak igen. Minion volt. De majdnem leszettem, hogy a mini Pekkát. Ez most be fog ütni nekem, azt hiszem ezer, újra leveszi a tolnyomat, mivel nem tudtam elkájtolni jól a Pekkát és a Banditet. Ja, hát nem, igen. Csak háromszor ütött be. Hát azért sem tette keveset. Hát. Egy keveset, de egálba leszünk, most kettőt beleült a minion. Ja, ez pont jó. Én mondjuk nem láttam még nagyon ezt a decket, jó mondjuk nem szoktam nagyon Grand Challenge-ezni, szóval ez hát nem releváns. A metába. Igen? Mert most van meta change, és ez volt a legelső deck, amit használtak, azt hiszem. Aha, hát igen, most még meg kell szokni az új metát mindenféleképpen. Ekkor jöttem rá, hogy inkább a kájtolásokon lesz rajta a hangsúly, de mivel a bridgehez tette a pekkát, ezért most nem tudtam ezt alkalmazni. Azon voltam, hogy a Royal Ghostot megfogjam majd mindig mini pekkával, és elkájtoljam, és áthúzzam a másik térféle a pekkát. Mert ha külön rak, meg külön fogja őket rakni, mivel legtöbbször a Royal Ghost-tal védi ki a hogot. Aha, igen. És amíg elkájtolom a pekkát a másik oldalra, addig minionokkal leszedem felette. Igen, hát a mini pekka az egy nagyon jó kárt, nagyon szeretem. Főleg, hogyha a Hogriderem mész ellen, az nagyon jó tud lenni. Nem, amúgy nem. Van a pekkás felzúja is ennek a decknek, csak így gyorsabb a cycle. Hát igen. Ott a Hunter, ami... Vele hátulra a Royal Ghostot, ezért vagy a... Itt le is lightningoztam, aha, vagy a Hunter-t rakjele, vagy a pekkát. És így szétválasztódott a... Hát a két fontos ablak. Igen, és is könnyen le tudtad szedni tulajdonképpen. Igen. Aha, Pekka Bandit. Lightningot azt akkor szoktuk használni, ezt beengedtem ezt az ütést. Lightningot legtöbbször akkor szoktuk használni, amikor 5 elixíres kártya van ott. Itt én most direkt 4 elixír Hunter, aha, de azt le kellett nekem lightningozzom. Hát igen, az elég kemény push volt, és itt igazából már csak védekezni kell. Hú, ez nagyon nehéz volt itt. Az alig van elixíred. Volt védekezésre egy lightning. Az muszáj volt elhasználnom, mivel 3 kártya volt ott, és máshogy nem tudtam volna hát kifogni, mivel területi sebző volt a Hunter is, meg a mi is, a Royal Ghost. Igen. Hát meg ugye nincsen egy mondjuk Inferno Tornado nagy pekkád, azért egy nagy pekkád, hogy ezt könnyebben meg tudtad volna fogni, mert a mini pekka az 2 hitből hal a nagy pekkától, azt hiszem. Itt igazából az volt a lényeg, hogy mindig a másik oldalt kellett pusolni, ahova lelökte a pekkát. Hát igen, nagy ügyeség volt nála, amikor a torony mögé rakta a pekkát, mert akkor bármelyik oldalra pusolhattam volna, nyilván hát a másik oldalra rakom. Hát nyilván, és először annak a tornyának volt kevesebb élete, szóval ez elég egyértelmű volt. A Hunter-t is elrontotta, hogy kicsit messzebb rakta a hókhoz, mert ilyenkor telibe bele kell rakni a hókba, és akkor... Igen, akkor sokkal többet sem. Hát, igen, igen. Na, akkor nézzük a hatos, a háromuskétás. Hát ez a klasszik, klasszik három muskétás. Jó, 3, 2, 1, mehet, nézzük. Három muskétás kellene, nem a három muskétást kell lightningozni, hanem mindig a collector. És mindig a princesszel kell megölni a két muskétást. És
Hát Princess meg Log, és nyilván elé rakunk egy Ice Golemet. A másik oldalt, meg ha jön a betőlem és a egy muskétás, először én úgy szoktam, hogy a egy muskétás leszhetem a minipekkával, és valahogy megpróbálom kevés damage-ből megoldani a betőlemet. Aha, hát igen, ez... Igazából ez azért van, mert az elixirbe kerül, hogy itt is majd látszódik, hogy már egy kicsit kiegyenlített lett a mérkőzés, de jól megoldottam a végét. Hát igen, most nem volt elixired lightningra, de igen, nekem nem volt elixire védekezni. Négy elixirem voltam, az látható igen. volt, ezért mivel minimum hordával védette volna ki. Hát öt elixir, így kettőt beleütött a hog, és én princesszel simán tisztítok majd utána. Hát ja, és ugye egy zapja van a három muskétákban, tehát a princesszeret nem nagyon tudja igen. leszedni. Emiatt a hiba miatt, vagy nem hibának, hogy nem lightningoztam le a kollektort, emiatt jön majd neki elixírja, és ezért fogok beszenvedni egy-két ütés majd a vége fele. Erre lehet nem is lehet volna szükség erre a logra. Ez a cycle miatt volt annyira, aha. hogy nem tudtam megfogni. Jogos. Jogos. És nem tudja, hogy van lightningod. És gondolom azért most lightningozni fogsz, nem? Nem. Princesszel fogom kivédeni. Aha. Itt fog beérkezni egy kis ütés, mivel nem volt princess a kezemben, és majd Mine-et rá fogja küldeni. De az elviselhető. Na, itt gondolkoztam, hogy mit kell csináljak a másik oldalt. Hát igen. De végül nem lett túl vészes. Hát a jobb oldalt egy picit. Nem raktam rá egy spiritet, mert az a egy elixir is számít, és úgy is bekaptam volna azt az ütést. Hát igen. Mind a két tornyát elég szépen leszetted, szóval nem, már nem igen. lesz nehéz dolgod. És még mindig nem tudja, hogy van lightningod, és most fogod eljönni. Ez hatalmas hiba voltam úgy tőle, mert tudhatta volna, hogy Hogride deckben van. Van valami spell, vagy fireball, vagy igen. akármi, igen. Hú, majdnem kellett oda egy log, de pont nem. A betörömet úgy szoktam, ott volt a princess is, ilyenkor gondolkozni lehet rajta, hogy nem kell logozni, mert hiába úgy is leszedi majd aha. a goblingenget. A betörömet úgy szoktam leszedni, hogy minion, és Ice Spirit-tel majd fogom lefogyasztani. Aha. Itt azon gondolkoztam, hogy ott van előtte az Ice Golem, de mivel beleütött egyet a minipekkel, ezért nyugodtan üthettem. Aha. És nyugodtan lightningozhattam. Ja, hát azért... Ugyankor beleütött egyet a minipekkel, ezért kevesebb élete lett. Igen. És így nem a... Lightning ugye mindig a nagy HP-sa megy. Igen. Ott a princess utolsó lövésben leszette a... Az volt a szerencsém most. Igen. Ez az Ice Golem nem volt szükséges. Nem is tudtam. Mennyi sebb ez a Lightning? Hú, ezt még én sem tudom, mindig megnézem meccs közben. Hát ezt elég elrontotta ezt a három muskétást, ezzel igen, nem tud mit kezdeni. Igen, három muskétás, 9 elixir, és betámadtam a másik oldalt. Hát konkrétan egy hog meg egy Ice Spirit elég lett volna konkrétan. Igen, ez szép volt. CL. Melyik volt az erős játékosok? Na már valaki jön a klámba, várja. Ő is erős játékos volt, végül is 1200 volt globál, vagy 1200 most globálban. Aha, az elég. Az elég jó, 1200, jó. Vezeltet. Igen. Volt egy Giant-es három muskétes meccsap is, de ugyanezt kell csinálni, csak a Giant-et kell megfogni, mint például Ice Golem helyett. Ott a minipekkával kell inkább kicsit szórakozni. Hát igen. Na hát akkor nézzük a... Milyen meccsap ez? X-Ball. X-Ball. Az vicces lesz. Itt egyszer raktam le a hogot. Igen. Na jó van, 3, 2, 1, mehet. Nézzük. Pontos, mit a kétszer, mert a végén is leraktam egyet, hogy tudjam a lightningot. Ja, hogy cycle-ezni. Hát igen, a cycle az... Hát, a cycle az fontos. Ebben a meccsapban azt kell csinálni, a hogot az zárt ki. Lerakjuk a Ice Golemet középre, vagyis hogy már tudtam itt, hogy vagy Hog Cycle lesz, vagy X-Bow. Lerakta a Teslát, meg ugye, a Skeletonok. Hát Hog Cycle vagy X-Bow. Igen. És lerakta a Teslát, ilyenkor már biztos voltam, hogy X-Bow, és még lerakta az Archer-t is, hogy szerintem már teljesen biztos. Ilyenkor tartogatni kell az Ice Golemet, hogy majd azzal kell elvonni a figyelmet az X-Bow-nak, hogy azt lője. Lerakom a Ice Golemet, lightningozom a X-Bow. Nem, itt még a hogot raktam le, mert a Ice Spirit-tel ezt el tudtam még védeni, hogy ne lőjön a Archer-se, és befagyasztom az Ice Spirit-t. És így meg lesz egy Archer-t, meg az X-Bow-ot is. Hát egy nagyon minimális, igen. És a legközelebb már lightningozol? Igen, hogy mindig azzal cycle-oztam. Princess, Ice Golem középre, lelogoztam a kis egységeket, meg az X-Bow-ot, és lightning. Aha. És
overtime-ba szedtem le végül a tornya. Aha, tehát hogy mint kellett, nagyjából ez hogy... a meccsap. Aha, már volt az Ice Golem. Fogozni lehetetlen itt, mert X-Blow is van, meg a Tesla is. Igen, ment a Lightning, Ice Golem megfogja. Gondolkoztam még, hogy lerakom a logot. Le kellett volna hamarabb. Aha. A Lightning log az úgy majdnem pont leszedi. Igen, egy ilyen 100 damage-et szokott belerakni. Annyi, hogy kell oda a Ice Golem. Aha. Az úgy is támogatja, hogy itt a Tesla az konkrét, hogy semmi értelme nem volt neki. Igen. És is stabilizáltam a Cycle-ot. Mondjuk most... Csak a Princess kell mindig hátra raknom. Aha, mondjuk most mindig. Most tudtál volna gyorsan hogozni, de ugye nem szabad elrontani a Cycle-t. Igen. Meg akkor Elixir hátrányba kerülök és simán beszedi a tornyot. Igen. Na itt most kicsit betergetelte a tornyot. Itt viszont nem logoztál. Itt nem. Ilyenkor még nem volt bennem teljesen a matchup, de ezt is jól kivédtem. Aha, megint az X-Bow. De szinte ez ilyen monoton matchup, hogy szinte csak ezeket kell csinálni. Aha. Hát igen, ezért a Lightning, még ez Fireball-al ugye én nem tudom megcsinálni, tehát hogy... Ice Spirit-et ezt mindig leraktam a Ice Golem mögé. Az egy 200 damage lenne, itt csak egy 100-et kapok be. És aha, én cserébe 300-at leszedek a tornyába a Lightning-gal. Ja. És folyton vezetsz tulajdonképp, és nem tudsz nyit Fireball-ot, mert ugye a túloldalt küldöd a... Igen. Ja igen, ezt mondani is akartam. A Princess mindig a túloldalt, szegény, ami folyton lelightningozod. És megint az X-Bow. Megint rak egy Teslát, nem tanul a hibájából, hogy a Teslának semmi értelme nincsen. Igen, végül is nem tudott másra lapot rakni. Mondjuk az is jogos. Megy mindig a log jobb oldalt. Ugyanazt csinálhatok mind a ketten konkrétan. Igen, csak én jobban jövök ki belőle. Igen. Hát igen, ez tényleg ilyen. Igazából tudom a meccsap lenne, de ha tudod, hogy hogyan kell kivédened, akkor elsejtelen az X-Bow. Hát igen. Pedig azért ez egy jó deck. Szírom. Hát ez egy jó deck pedig. És már csak 200 az... Igen. Az most nagyon, az most legyengült a miatt. Mert most inkább beatnem. Mert láttad, hogy a gólem is most bejött. Igen. Na, itt le kellett raknom a hogot, mert nem volt nálam Ice Golem. Rosszul cycle-öztem, ő pont jól cycle-ezett. Mert elég szellemben volt, de itt már látszódott, hogy 180. Hát igen, ez más, mert meg 1400 élete volt a tornyodnak. Majdnem többet sebzett a logokkal jobb oldalt, mint az X-Bow-val. Hát van ilyen. Itt nem raktam az X-Bow-ra és a Lightning-ra, mivel ha még berak közé valamit, mint például egy árcsereket, akkor az igen. X-Bow-t meg az árcsereket rakja. Hát igen, ilyenkor már el kell menni a toronyra. Mondjuk volt már Lightning blokkom nagyon durva Goblin Gang-gel. Igen, igen. Nekem volt skeletonokkal is. Most jön egy globál 461. játékos. Ez amúgy Hawkhunter, mivel ott van most 2600-as. Ja nem, bár 460. Ja, az a legjobb szinten, igen. Igen. Ott van a Mega Knight-ja és a Goblin hátja. Hogy az már ez így egy Hawkhunter. Érdekes, de ki van Arrows, meg Lightning, meg Goblin Barrel. Hát most szerintem ráment erre az update-re, mivel itt a meta is próbálgatják a deckeket. Na jó, viszont akkor... elég érdekes, hogy Lightning a Goblin barát. Hát az igen, az inkább Rocket szokott lenni, ugye? Igen. Na jó, hát akkor nézzük. 3, 2, 1, let's go! Itt az elején nem tudtam, hogy, hogy van Goblin barája. Jaj, hogy van Goblin barája. Ja, mert nem mutatta meg. Igen, mivel Nightwitch-et rakott hátulra, azt hiszem így volt. És a logot azt elhasználtam, és úgy kaptam be egy kis damage-et. Hát gondolom nem ilyen deckre számítottál. Leraktam most a hogot, mert volt erózia, és lerakta a... tudtam, hogy gondoltam, hogy lesz nála Goblin Gang, és azt hittem, hogy Lava Hunt matchup lesz most. De hogy leraktam most a banditet, így teljesen szállt a poszra. Aha. Annyit kell tudni, hogy az Ice Golem már simán ki lehet védeni a banditet, úgyhogy még ne charge-olj be, és elérakod, akkor pontosan le fogja szedni. A toronnyal együtt, igen. Aha. Mondom, itt elrontotta az aerobzot. Ó, áj, ez fájhatott. Igazából mindegy lett volna, mert hát végül is nem, mivel így a goblingeket nem tudtam majd lerakni, mert eléraktam a hogot. És így csak leszette volna a Goblin-inget, ezért inkább Mega Knight-ot használ, aha, de nem volt elég szírja. Azt hiszem most lesz az, hogy elhúzom a másik oldal Ice Golem-t. És közben a Princess sebez is. Igen, elhúzom minél azokat nyugodtan rárakatom, mert nincsen nála nyíl. Az Arrows, igen. Arrows. Hát és itt simán leszedik, tényleg.
Mosunk egy Galaxy-ben, és van minionom a pályán, és nézd meg a Torrent Damage-eket. Hát igen, ez elég szép volt. Nem is kell ugye logot használni, meg ugye nem is akarod gondolom elhasználni a Goblin Barrel miatt. Nem. Meg Goblin Gang ellen inkább Princess-t használok, meg a Night Witch-en nem is tudtam, hogy van nála. Oda kell majd a Princess mindig. Itt láttam. É, hát itt igen, ez Lightning, ez elég jó volt, ez 7 elixírt Lightning, aztán plusz a tornyot. Ilyenkor lépett be Tommy az akuntba, és gyorsan reagáltam, hogy ott van a Lightning value. Ja, igen. Ja, és akkor kidobott a játék? Igen, kétszer belépett. Aztán, hogy játszasz az akkor? Na hát itt 153, itt meg ezzel csak gondolom defenzelte végig tulajdonképpen. Igen, itt már az volt bennem, hogy csak védjem ki. Szinte nem is tud semmi se csinálni. Hátra raktam a minipekkát, és úgy próbáltam lerakni a Ice Golemet, hogy arra ugorjon. Hogy igen, és ne egyszerre ugorjon beléjük. Itt véletlenül raktam le a logot, ez volt a gond. Hát... Ja, de mert ez miatt. Hát ezzel 900 életet nem fog leszedni. Hát megint elnyomtott az erőhúzót. Hát mondjuk... Szerintem mi nincs nagyon benne ebben, ő is először hagyja, mint én. Hát igen. Te meg simán ment a log is. Volt egy goblin gang. Végül én hogos voltam, emiatt. Itt már tök mindig fel is adta. Két princess. Á, pont nem lesz a jobb oldali torony. Nem lesz. Nem mint a számítana. De... Ja, ez jó volt. Gondolkoztam, hogy megvan-e a Chrome Chest-je, de megvolt, hogy nem számított annyira. Nem számít, aha. Na jó, akkor megnéztük ezt a matchupot, és akkor nézzük meg az utolsót, ezt a... Igen. Amivel meglettél a 12 win, egy majdnem mirror ez match-up. Ez nagyon szoros match volt. Majdnem mirror match-up. Ugye az övé gyorsabb a cycle. Igen. Tehát... igen, itt igazából ennyi lehet a probléma. Hát mondjuk nem gyorsabb, mert ugye neked minionod van, meg Ice Pace-ed, neki meg pont ugyanolyan cycle. Végül is igen. Nem, pont ugyanaz a cycle. Jó, oké, nem szóltam. Na hát akkor nézzük meg, hogy itt... Voltunk a cycle jobbja is azért. Hát, és a cycle jobban jött ki neki, vagy neked volt jobb a kártyák? Nem mennyi. Tudom már, szerintem neki volt jobb, mert az elején ő dominálta a meccset. Uh-huh. Utána próbáltam visszahozni. Na jó, hát akkor nézzük meg. 3, 2, 1, let's go! A most te vagy fölül, pirosban, nem tudom, legalábbis nekem nálam fölül. Nálam vagyok alul. Nálam fölül vagy. Jó, mert, igen. Hát igen, nálad ugye nyilván, ja. Hát mindegy. Mindig princesszel kell kezdeni, ha hát, van, ha van igen. Ha meg csak Ice Spirit van, akkor gondolom azzal elől. Ott elől, igen. Az Ice Spirit-et mindig előre rakjuk. Hát igen, az ingyen 100 valamennyi damage. Itt ő szóval hittem, hogy X-Bow, az hiba is volt, hogy hátra raktam az Ice Golemet, de ahogy megláttam, hogy betszek, akkor meg gondoltam, hogy hog lesz. Aha. Gondolom, és ilyenkor azt hittem először, hogy mirror match-up, de Betszuk is ott voltak. Most fogja lerakni a hogot, azt hát minipekkába védem, mint te, vagy minions és mi is az Ice Spirit-tal. Aha. Itt ez érdekes volt. Itt elhúztam a elkájtoltam, és próbáltam úgy logozni, hogy még a Prince-t is leszedjem. Hát meg is egy sikerült. Ice Spirit-t elhasználjak. Hát igen, ez a minipack a hitet nem lehet meg. Na hát itt te vezetsz. Mondjuk nem nagy különbség. Hát azért, de 300 damage az. Hát a két elixir előnyben van. Az hát meg igen. Nagyon sok egy fog decknél. És egy cycle decknél. Hát igen. Itt más nem nagyon tudtam csinálni, inkább fogoztam. Hát ja, persze, neki volt minipackkel. Ha várj, ha lerak egy minipackát csak, az nem védi ki 100%-ban a hogot. Ugye akkor egyet beleüt. Egyet beüt, de ez gyönyörűen csinál. Itt is megint kájtolok. Minipack-et mindig kájtoltam. Hát igen, mindig ez... úgy próbáltam a logot eldobni, hogy a princesszel is leszedje. Aha, és akkor így már a princess, aha, igen, ez igen. Most fog majd hogozni, azt hiszem, hogy mivel nincsen princesze, és nem zapja. Nem, ezt kivédtem a minipack-ával, de úgy kellett volna, hogy Ice Spirit és minions. Vagy Ice Spirit minions? Nem, minipack-et nem. Úgy 4 elixir. Aha, és de már nem volt princesze. Nem volt. Aha, értem. Mindenkor nem lehet úgy belefutni olyan, hogy a hogot elküldöm minionzal, vagy mert ott van a princess. Okosan hát csinálta. Leraktam az Ice Spirit-et is még, mivel akkor befreezelim majd a minipackát, de elé rakta a... Mit is rakott elé az Ice Golemet? Igen, és akkor így beleugrott. Abba ugrott bele. Amúgy a Lightning az nem öli meg a minipackát, ugye? Nem. Az kicsit durva. Nem.
Itt azt hiszem, azt hittem, hogy na, ez nem volt szép Lightning, ez emiatt nyerte meg a meccset. Igen? Igen, mert hát három Alex ellenbe kerültem, úgyhogy csak a Princess-t. Ja. Hát óriási Alex ellenbe vagy. És a torony elé raktam le a minipacket, hogy ne tudja le-lightningozni. Most te is lightningozol? Ja, nem szedi a lightning. Viszont itt kettőt beleütöttél, 500 élet. Igen. Itt teljesen, itt damage nélkül kellett megfogni a hogot, azon voltam. Hát egy hit volt így is. Nagyon-nagyon közel vagytok. Ú, az az Ice Golem! Igen. Az nagyon szép. A végén sikerülni fog majd. Ú, itt is egyszerre raktátok le a Princess-t. Itt gondolkoztam azon, hogy lerakjam a minipackát, mivel... Ú, de szép volt ez a log, tőle is. Leraktam a minipackát, mivel tudtam, hogy Princess lerakja, és akkor csak egy két fireball, vagy nem, egy lightning és egy log value lettem volna. Gondolkoztam, hogy nem kell kivédenem, de muszáj volt elé raknom, hogy Ice Golemet, mert megszedte volna attól. Igen. Ú, az a Princess. Így, az a lightning. Logoznom kellett nekem is. Úristen, épp hogy csak. Ez már csak egy lightning. Igen. Mi szedte le a lightning? A Princess belelőtt egyet? Kettőt. Jó, mert ugye átfordult a hogra, aztán visszafordult. Lerakni meg. Hú, hát ez nagyon közel. Jó, mondjuk 11-1-be lettél volna. Szörnyű. Tényleg. De sikerült. Akartam egy 12-0-ás grandet már régóta, már vagy 4 hónapja nem mentem 12-0-ás grand challenge-et. Ó. Hát nem baj, 12 win az 12 win. Megvan. Na nyisd ki a chestet, akkor aztán mondjad, hogy mi volt benne. A Luffy-ra hajtunk most. Hát igen, van. A Luffy-ra kell, mert a Tommy nagy lavás, ugye? Nyilvának volt. 5 muskétás. Egy mirror. Ez nem jó, ha nagyon szétszarja. Hát, ez sose jó. De még két balon lehet még benne. Igen. 17 Elixir Collector. 137 Canon. 144 Skeleton Barrel. 2 Hunter. Wow. 2 Luffy. Igen! Igen. Szép. Holnap megjön a maxos Luffy. Na, ezt szép. Ezt lehet nem Tominak. Hát én felvettem egy videót a múltkor, és nyitottam benne Crown Chess-be egy Lumberjack-kel, csak így random. 23 muskétás, 27 raket. Még mindig van? 36 Inferno Tower, még 3 lap lesz. 324 Goblin. Ha most epiket kapok, azt hiszem legendary, nem. 374 Archer. És 6 guards. A guardsot is nagyon akarjuk, hogy ez tökéletes chess. Na, hát ennyi. Jó, nem volt legendary, de hát nem kell mindig legendary tulajdonképpen. Most úgyis megveszük majd a levált a shopban. Ennyi. Na jó, hát köszönöm szépen neked itt a replayeket. Nem mondjuk el. Ja, de mondjuk el. Akkor még mondjuk el, bocsánat. Akkor azt mondtad, hogy Ledderön log helyett inkább Zeppet ajánlasz mindenféleképpen. Akárhogy lightning van benne, az akkor is egy common lap. Hát ha még nincsen felhúz a Princessünk ilyen 3-as, 4-es szintre, akkor még a Dark Goblint azt... Igen, az most nagyon jó lett, azt hallottam, hogy sokkal tényleg erősen. Tényleg az app helyett még az Erózat. Ice Golem helyett nem annyira ajánlom, de ott van még a Knight. Hát igen, az ugye ez common. Vagy azt is csinálhatjuk, hogyha a nagy packád az fel van húzva, akkor mini pack helyett nagy packkel, és az Ice Golem az marad. Hát nekem hatos. És akkor még a minionzok helyett lehet a... Betz. Sima Goblin, hát Betz, Sima Goblin, vagy... mi is az Goblinnek. És úgy teljesen egy ilyen... Pekok. Zeb Gunter, vagyis egy Zeb bait van, mert ott van még a Princess, vagy akár a Dart Goblin, ott vannak a Goblinok, és ott van még a Ice Spirit, ami helyére még mehet a Betz, és így lehet kombinálni ezeket. Hát lehet kombinálni, igen, de ugye a lényeg ugye a Hog meg a Lightning. Az a fix. Az a fix tulajdonképpen. De lehet, nagyon sok variáció van. Hát jó van, akkor most hát tényleg köszönöm szépen. Viszont srácok, ha szeretnétek még hasonló videót, ilyen Grand Challenge-eset, vagy akármit, akkor azt írjátok le kommentekben, meg beszéltünk úgyis volna, hogy valószínűleg lesz még ilyen majd a jövőben. Nem? De. De. Úgyhogy meg lesz Pro v Pro, Pro versus Pro majd legközelebb. Várjunk most milyen nap. Igen, szóval a héten. Na, jó, csak így gondolkoztam, hogy ezt mikor rakom föl, meg hogyan, meg minden. Szóval lesz majd még ilyen, lesz Pro versus Pro is, meg minden. Úgyhogy én már várom. Mert meg ezeket a videókat nagyon szeretem, mert igazából ebből én nem csak ti tanultok, hanem én is tulajdonképpen. Mert én nagyon szeretem a Hog Rider-t. És ugye ez a Hog Cycle deckem van, tudod, amit Ledderön használnak, és hát nem mindig jó. Én is azt használom Ledderön. Amit én?
Hát majdnem. Majdnem. Hát igen, mondjuk... Becek helyett azt hiszem Ice Spirit-et használ. Hát nem, Ice Spirit nekem is van. Igen, akkor Goblinokat becek. Aha, hát igazából én nagyon szeretem ezt a decket, csak azért nem tudom. Szívesen használnék nagyon már mást is. Fogom. Igen, nehéz. Főleg ez a Cycle deck, néha két hard counterom, és nem tudok ellene mit csinálni. Az a Cycle, az már csak ladderre jó. Hát igen. Ezzel ki lehet védeni pár atak, vagy pár pust, emiatt ez a deck. Hát igen, ez jó, jó mindenféleképpen, úgyhogy majd meglátjuk ezzel. Majd szeretnék, arra gondoltam, hogy majd egy külön videóban azt csinálhatnánk, hogy kipróbálom ezt a decket, Grand Change-ből, vagy Classic-ból, nem tudom még. Szóval kipróbálom, és akkor segítesz, hogy mit hibáztam, vagy hogy mit csináltam jól. Szerintem az jó. Érdekes lehet. Ez jó. Szóval, hogyha erre kíváncsiak vagytok, srácok, akkor írjátok le, vagy valami. Most visszaállítottam az alapverziót, arra gondoltam, a logos minipekkel, amivel ti is játszottál. Arra. Igen, akkor lehet két része is ennek. Ja, igen, ahogy nézzük, akkor igen, ez az első. Akkor, hát köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. És srácok, remélem, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor, mint már említettem, írjátok le, hogy szeretnétek-e még hasonlót, mert én nagyon szeretem az ilyen videókat csinálni, meg gondolom, téged sem kell kényszeríteni. Nem. Úgyhogy, hát remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, tudjátok, a szokásos, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!